A Digi Sporton láthatják a 2018-as lovas díjugrató Grand Prix sorozat versenyeit. Októberig hét hazai viadalt mutatunk a szakákból, amelynek helyzetéről a tavaly világkupa döntőben minden idők második legjobb magyar eredményét elért. Nyíregyházi versenyzővel, ifjú Szabó Gáborral beszélgetünk. Szervusz Gábor, jó reggelt kívánok! Üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket! Melyik számít a legnagyobb presztízsű hazai díjugrató viadalnak, hogyha végignézünk a listán? Ugye az idejében először kerül megrendezésre egy ötcsillagos verseny Budapesten, ami a történelem során is először lesz Magyarországon. Ilyen rangos verseny igazából az öt a teteje ebbe a sportba a nemzetközi szinten. Ez egy nagy feladat az egész országunknak ezt megszervezni, és reméljük, hogy a magyar válogatott is helyt tud állni ezen a versenyen. Az elmúlt években egyébként három csillag volt, amit Magyarország rendezett. Hát ez egy hatalmas ugrás, két lépcsőt ugrik így rendezőként az ország. Ez megadja a lehetőséget rögtön, hogy összevessük a magyar díjúratás helyzetét, és mondjuk, hogyha a világelittel összevetjük az eredményeinket, a tiédet azt már az előbb arra utaltunk, szóval hol tartunk mi a legjobbakhoz képest? Én úgy érzem, hogy Magyarország az egy kicsit hátrányból indul a többi nyugati országhoz képest de én nagyon bizakodó vagyok, hogy rohamosan fejlődünk úgy a fiatalok terén, amit az eredmények is bizonyítanak, hogy már egy Európa bajnokságon azért komoly eredményeket tud elérni a magyar válogatott. Én nagyon bízok a jövőbe, még azt mondom, hogy van mit tanulnunk, van hova fejlődnünk, de úgy érzem, hogy jó úton jár ez az egész lovasport. Ha a felzárkózásról beszélünk, akkor annak melyek a legfontosabb részei, elemei és kulcsai? A ló vagy a lovas például? Én úgy érzem, hogy ez két élő beszélünk, ez 50-50 százalék, -50 igazából kell hozzá egy jó ló, kell hozzá egy jó lovas, meg ugye ezer apró tényező még a háttérmunkával kapcsolatban. Igazából ezek azok, ami létszükséglet ennek a sportnak. Ha azt mondjuk, hogy magyar díjugratás és perspektíva, akkor, és meg akarjuk keresni a legfontosabb központot, jelszót, hívószót, akkor, akkor az bábolna? Bábolna az utóbbi időben 2012 óta egy nagy felújításokon folyamatosan átesett, rengeteget fejlődött, úgy a lovasok szemével is. Egyszerűen öröm oda járni, nagyon szeretnek lovasok, és én is nagyon szeretek odajárni. járni. Úgy érzem, hogy egy megfelelő helyszín, akár egy, egy GP-t rendezni, egy Grand Prix-et, vagy akár, akár ugye a tavalyi évben is volt egy világkupa fordulót megrendezve, jelentős növekedés ez bából lát tekintve is, hogy ilyen versenynek, versenyeket tud megrendezni. Itt a Digisporton 7 magyar verseny, 5 Grand Prix állomás, amit közvetítünk, de februárban megnyerted a Hortobágyi nagydíjat, az milyen nehézségű, értékű siker volt? Ugye azért egy más, más szint egy egy világkupa döntőhöz képest, de azért magyar viszonylatban az is egy kiemelkedő eredmény. De természetesen azért a, a célom az, hogy a nemzetközi porondon külföldön akár egy világkupa döntő, vagy egy Európa-bajnokság, vagy az idei egy világbajnokságon szeretnék egy jó szereplést elérni. Ehhez a célhoz az út ezeken a magyar versenyeken keresztül is vezet. Tehát te például ezekből a versenyekből mindegyiken, illetve hányon veszel részt vagy állsz rajtoz? több lóval dolgozok, és minden lónak próbálunk egy egyzést erre felállítani, ez ugyanúgy működik, mint egy sportlónál. Ugye a mai ö, magyar versenyek is létszükséglet ennek a felkészülésnek, és pont ez a GP sorozat is erről szól. Ugye egy, ugye egy olyan pont, ami Magyarországon ugye egy 150 cm a kiírt versenyszám, és segít felkészülni egy komoly nemzetközi versenyre, ahol igazából már 150 az a, az a minimum egy nagy díjba, de van olyan sokszor, hogy 160 centiméterek az ugrások magassága. Azért Magyarországon ez is egy fejlődés, hogy 150 centiméteren ki tudunk írni egy nagy díjat, és van elég jelentkező, és egy komoly versenyt láthatnak a nézők is. Magyarán mondva, akkor minden versenyen ott kell lenned, ez is ugyanúgy része a felkészülésnek, csak váltott lovakkal. Pontosan. A lovait közül jelen pillanatban melyik tudja a legtöbbet, hogyha már azokra a bizonyos igazán nagy nemzetközi versenyekre gondolunk? Az utóbbi időkben ugye Timpex Bölcsész nevű lovammal értem el nagy sikereket, és ő az, aki, aki magasan fölényesen, ő a legjobb lovam. Menjünk bele a részletekbe, mitől? mi az, ami ebben a sportákban, ebben a szakákban igazán jóvá tesz egy lovat? Egyrészt, egy adottságaiban, bocsáss Egy kicsit kezdjük az elejénél, hogy egy külön kiemelkedő érdem az egész országunknak, hogy egy magyar tenyésztés lóról beszélünk, és a magyar tenyésztést is felemeli. Ez az eredmény, meg ezek az ezek a eredmények Ugye bölcsész azért az egész élet útját, az egész életpályáját végig tudtam követni, felsikerült hozni egy ilyen komoly szintre, magyar bajnok tudtam vele lenni, számtalan nemzetközi eredményt tudtam vele leérni, Azért kiemelkedő ló az országunkban. Neve alapján humán műveltségű, azt lehet mondani. Ha megnézzük ebbe a sorozatba az itthoni versenyeket, jó, van az öt csillagos, de egyébként hagyományosan neked helyszínekben mely, van kedvenced? Melyik a kedvenced? Megmondom őszintén, én a kedvenceimet is ahhoz kötöm, hogy a lónak a jóléte, ugye hol, hol, a legideálisabb, és hol van az, ahol a lovam is biztonságban van, jó talajon versenyzik, és jó infrastruktúra is veszik körbe az egész helyet. Persze számos helyet tudnék mondani, akár a budapesti nemzeti lovarda is az utóbbi időben nagy fejlesztésen ment keresztül. Ez is ugyanúgy a egyik szívem csücske, mert, mert, tudom, hogy a lónak is jó, a lovasnak is, meg a közönség is egy jó környezetbe érezheti magát. Milyen tervekkel vágsz neki a hazai versenyeknek? Majd beszélünk a nemzetközi szintről is, hogy ott mire jut. de nézzük először a hazai tehát ahogy említettem, ez az öt csillagos verseny nekem a fő cél, hogy ezen azért a magyar válogató szintjén egy komoly, igazából egy komoly eredményt legalább el tudjunk érni. Az mit jelentene? Ugye a csapatversenybe tavaly évben sikerült megnyernem a három csillagon a egyéni döntőt is, meg csapatba is ö, sok év után sikerült egy győzelmet szereznünk. Ugye ez egy egész csapatnak a eredménye és a sikere az idei évben meg ugye emelkedik a szint, ugye emelkednek az ellenfelek, sokkal nehezebb ellenfelekre számítunk, de ugyanúgy szeretnénk azért egy, egy helyezést elérni, és minél jobb helyezésre törekedik az egész csapat. Mit tartasz egyébként versenyzőként a legfőbb erősségeidnek most? Én úgy érzem, hogy a, a nyugodtságom, a higgadságom, hogy a stresszt azért próbálom kezelni, és úgy érzem, azért tudom a helyén kezelni a szakmai tapasztalatom is azért már szerencsére sok versenyt tudhatok átam mögött, bízok benne, hogy még nagyon sok verseny és sok jó eredményt tudok elérni, de rengeteg minden kell ahhoz, és az ember a voltik tanul, igaz ez a mondás, mert sose van az, hogy az ember elég rutinja van és elég tudással rendelkezik, ez én is törekszek arra, és, és szerencsére lehetőségeim is vannak, hogy, hogy edzőtáborokba tanulni tudjak másoktól, és folyamatosan ezen vagyok, hogy tanuljak. Van olyan tehát, hál' Istennek már, hogy magyar tenyésztésű kiválóló van, kiváló magyar versenyző, de van-e olyan most, és egyáltalán a diúratásban, hogy magyar iskola, magyar stílus? Ugye, ha lovasiskolákra gondolsz, azért van Magyarországon igen iskola különböző helyeken, akár Kaposváron, vagy éppen pont Bábolán is egy kiemelkedő iskola üzeme, ahol próbálnak lovas szakembereket nevelni. És hogyha 2017-ben jó nemzetközi eredményeket értél el, akkor a Magyarországi Öcsilagos verseny mellett mi volna az eredmény, álom és csúcs ebben a szezonban számodra? Hát a jövőt tekintve az idei célunk közé tartozik, hogy ugye négy évente világbajnokságot rendeznek, és szeretnénk erre a világbajnokságra kimenni, épségbe odaérni, megfelelően felkészülni, és ott is szeretnénk azért jó eredményt elérni. Hát legyen így, kívánom neked, nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor láthatunk gyakran téged majd a Digi Sporton innentől kezdve. Köszönöm. Köszönöm szépen.